az NBA 23. fordulójának záró mérkőzésén. A sereghajtó Kaposvárnak muszáj nyernie ahhoz, hogyha életben akarja tartani bentmaradási álmait és esélyeit, míg a vendég mezőkövesdiek egy esetleges győzelemmel nagyon nagy lépést tennének ahhoz, hogy jövőre is az első osztályban futballozzanak. Szép csel, két ember mellett, már csak a beadás kéne! Bizony bele kellett még érnie Horvátnak a labdába. Lássuk most, hogy mi lesz ebből az akcióból. Lehet lőni! Fölé! Ez a legfőbb problémája a Rákóczinak, hogy ugyan igazoltak sok futballistát télen, de egy ilyen igazi klasszikus centerre, egy gólerős csatára már nem nagyon maradt. Sem pénz, se idő. Jó a beívelés, és elmegy keresztbe! Egy lövés messziről, nem is olyan messziről. Florian a labda mögött, ő is bemutatja a figurát. Öt kaposvári a kövesdi 16-ason belül, talán egy lövés! A lövés megérkezett, de kaput ezt sem talált, Diallo volt az, aki ballal fölé suhintott. Firtulescu meg tudja tolni 16-ason belül, Firtulescu, Horváth kijön! Hát a bíztatásra nem lehet hiány, a szurkolók még mindig kitartanak a Kaposvár mellett. Okuka húzza meg, egészen bent a 16-oson belül, kiütik még a labdát, de ott van mégis gól! Megszerzi a vezetést a Kaposvár az 50. percben, Koroján a gólszerző! 1-0 a Kaposvárnak! Bognár a labda mögött az 56. percben. Nagyon jól jön be középre, és nem tudja kapura tenni végül is. Gévai, bocsánat. Harsányi, ezzel meglódult Harsányi, mert Okuka elvétette, elszámította magát. Harsányi beadása, Benógó! 1-1! Les. Nagyon sietős a Kaposvárnak, amolyan immelámmal mennek át, de Koroján végül két ember között, jó a passz, Balázs! És mit ítél a játékvezető? Szabadrugás, és piros lap! A piros lap Szabó Zsolt játékvezető kezében. Itt van a szabálytalanság, ahogy Balást elüti Vermes. 83. perc, tehát most már a 84. Koroján vagy Firtulescu, Firtulescu! Horváth üti ki. Itt látható még egyszer a lassítás. Kecsegtető pozícióból végül is egy szöglet. Lövése biztatják! Kapufa! Kaposvár tehát a 23. fordulóban 1-0-ra legyőzi a mezőkövesd együttesét.